Jó estét kívánok, a nap sporthíre, hogy megvan az ötödik magyar arany. Tótka Sándor kajakos nevéhez fűződik, 45 ezred másodperccel győzte le a riválisát, fantasztikus eredmény, gratulálunk neki innen is. Most az éremtáblázat ugye úgy áll, hogy 5 arany, 7 magyar ezüst és 3 a bronz. Ezek a nap sporthírei, és egyébként a műsor 4 nagyjából politikai kötődésű hírrel folytatódik, meg persze 3 vendéggel. Ismerjék meg, hogy kik vannak itt. Eljött Beleznai Zsuzsanna, Terézváros alpolgármestere, jobbikos színekben, jó estét kívánok. Mellette Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke, jó estét. És mellettem Komáromi Zoltán, házi orvos, a DK egészségpolitikusa, aki nagyot ment, mert azt mondta, hogy a csúcsforgalomba néhány perc alatt verekedte át magát a városon. Gyorsan elmondom a nap kérdését, nem a műsor első felében beszélünk erről, de gondolják végig, és hogyha gondolják, akkor tegyék le voksukat az igen vagy a nem mellett, megmutatjuk, hogy áll most a helyzet. A nap kérdésem az, hogy a pécsi rendőrség rongálás gyanúja miatt nyomozást indított egy kormányzati plakát átragasztása miatt. Ön indokoltnak tartja-e ezt a döntést? Igen, aki kárt okoz, az feleljen a tettéért, így véli a válaszadók 6%-a. És az intézkedést, a plakát átragasztásáért új lenyomat vételét túlzásnak tartja a szavazók 94%-a ebben a pillanatban. Az első témánk ma az a hír, hogy 160 ezer, nagyjából 160 ezer magyar még nem vette fel a második oltást, tehát az elsőt beadatta, de a másodikra még nem ment el. És ezzel összefüggésben az, hogy mi annak ellenére, hogy néhány nap óta Magyarországon már elérhető a harmadik oltás is, az Egészségügyi Világszervezet egyelőre még nem javasolja az embereknek azt, hogy adassák be a harmadik dózist. Ezzel indulunk. Magyarországon augusztus 1-től kérhető a harmadik oltás, míg a beoltottak közül 160 ezer ember nem kérte a másodikat sem. A volt tiszti főorvos szerint előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz a harmadik oltásra. Jelenleg a harmadik oltás csak két csoportnak nagyon fontos. Az egyik, amivel nem is nevezném harmadik oltásnak, akiket a 70-75 évesek, krónikus betegek és 2 Sinopharmmal oltották be őket, azoknak a jelentős része, de legalább egyharmada fele védtelen. Merkeli Béla a harmadik oltás lehetőségével kapcsolatban az Index videójában úgy fogalmazott: a különösen veszélyeztetetteknek ajánlja, de van, akinek nincs rá szüksége. Vannak olyanok, akiknek viszont egyértelműen nem ajánlom, ide tartoznak elsősorban a fiatalok. Én ott nem tartom fontosnak, és különösen nem a terhes édesanyáknak, mert erre vonatkoztatva klinikai vizsgálat nincsen. A brit és indiai mutánsok mellett egy újabb, Perúból származó lambda variánst vizsgálnak a Tokiói Egyetem kutatói, ám Rusvai Miklós szerint nincs ok az aggodalomra. A korábbi dél-afrikai törzs és ez a mostani perui törzs, ez olyan mértékben változtatta meg a tüskefehérjéjét, hogy elképzelhető, hogy kevésbé védenek ellene a vakcináik, de hogy teljesen hatástalanok lennének, ez nem állja meg a helyét. Hozzátette, a mutáns vírust a WHO egyelőre még csak figyelemre méltónak minősítette, de nem vette fel az aggasztó mutánsok listájára. Az én fejemben az ügyben most teljes az információs zűrzavar, tehát hogy nem tudom, hogy mit lenne helyes csinálni. Önök tudják-e, és hogyha tudják, akkor honnan? És most kérem, hogy ne a doktor úr szólaljon meg elsőként, mert az nem lenne fair. Szóval egy civil miből dönti el, hogy akkor most... Természetesen fogalmunk sincsen, és ez önmagában nem is lenne baj, hogyha lenne egy olyan kormánya az ember. De ez szerintem baj. Hát... Abban az értelemben nem lenne baj, hogy én bíznék a magyar kormányban, vagy az egészségpolitikában, akkor nem kellene nekem ezt tudnom, mert azt mondanám, hogy azt mondják holnap, hogy akkor a 65 évesek, amennyi én vagyok, menjenek el a harmadik oltásra, bíznék abban, akik ezt mondják, elmennék, valaki beoltana, jó esetben Merkeli, ha nem, akkor valaki más, Komáromi doktor, és túl lennénk ezen a dolgon. De miután a bizalom kérdőjeleződött meg az egész történetben, mert az egész oltás mizériából nálunk egy politikai háború lett, amit a háborút saját maga ellen kezdett a kormány, amikor politikai okokból egy rosszul kezelt járvány
ügynek a kezelésére kitalálta, hogy mi olyan jól oltunk, mint a világon senki, és ez a jó oltásba belevonul mindent, ami csak lehetséges. Nem számít a pénz, nem számítanak a következmények. Ez egy bizalomvesztést jelentett. Tehát elsősorban a kínai vakcina problémát jelent, látszik. Nem tudjuk ennek a mértékét. Senki nem tudja. Látunk egy nagy mintás kutatást a főváros esetében. A főváros saját pénzül ezt megcsinálom, mert az látszik, hogy ott tényleg vannak valamiféle problémák. De hogy most ebből mi következik rám nézve, mi következik a 12 éves fiamra nézve, vagy a 40 éves feleségemre, ezt nem tudjuk. Tehát ezekre a kérdésekre ma Magyarországon szerintem nincs válasz. Nyilván Komáromi doktornak van egyfajta válasza, és én neki lehet, hogy el is hiszem, amit mond, mert kedvelem őt, meg régóta ismerjük egymást, de azt gondolom, hogy ez kevés. Tehát az a probléma, hogy ma Merkeli ezt mondja, én is láttam ezt az interjút vele, holnap valaki más mond, és közben fogalmunk sincs, hogy nekünk hol kell sorba állnunk, mit kell tennünk, és ezt óriási problémának látom. Merkeli Beleznai Zsuzsannáról is beszélt, mert ugye azt mondta, hogy a fiatal nők és a várandós asszonyok, hogy nekik nem ajánlja. Na hát akkor... Igen, ugye amikor én várandós voltam, ez nem volt olyan régen, akkor ez egy nagy kérdés volt, hogy tényleg kapjanak oltást, vagy ne kapjanak oltást. Hát tényleg, az már pandémia idejére esett. A kismamák, igen, és ez szörnyű egyébként egy kismamának ezt az egész kálváriát megélnie, szóval neki annyi problémája van, neki annyi kérdés van a fejében, hogy mi lesz a szüléskor, hogy szerintem ezt a terhet, ezt már tényleg nem kellene rájuk tenni. Iszonyat káosz van. Az, hogy a második oltást nem vették fel az emberek, sokan, ez szerintem egyébként egyrésztről egy rendszerhiba is van benne, hiszen ugye már az oltásoknak az elején jeleztük azt, hogy az első oltás után meg lehetett kapni a védettségi igazolványt. És azzal már lehetett menni bárhova. Azzal már bárhova mehettek, nem volt érdekükben az embereknek felvenni a második oltást. Jeleztük időben, nem változtattak rajta. Már volt egy hiba a rendszerben. Utána az pedig, hogy a harmadik oltás kell-e vagy nem kell, én azt gondolom, hogy a harmadik oltás sajnos sokaknak az első oltása lesz. Doktor úr, lát-e a pályán? Hát szakemberként mennyivel könnyebb, miközben hát tudom, hogy egy háziorvos az mindenhez ért, de mégsem járványügyi szakember, tehát úgy gondolom, hogy sok szempontból önnek is más szakértőktől, meg szaklapokból kell összeszedni a tudást. Hát igen, de ugyanez a lehetőség nyitva van emberi erőforrások minisztere, az egészségügyel foglalkozó államtitkárasszony, illetve az országos tisztifőorvos előtt is, de ők kihoztak ezelőtt két héttel egy olyan silány eljárásrendet, amivel tárgyi tévedés, szakmai tévedések voltak, utána mindenki megpróbálta korrigálni, és a múlt héten kijött az az anyag, az a 12 oldalas anyag, amit 6 nagyon elismert és nagyon felkészült kollega írt, és abban tényleg ott van az 53 szakirodalomra való hivatkozás, sőt, az is benne van az anyagban, hogyha valaki az eredeti szakértői anyagokat kéri, akkor a Rékasi Balázs doktor elküldi neki. Tehát körülbelül így kellene az állami egészségügynek hozzáállni, mert ezzel lehet bizalmat gerjeszteni. Az pedig, hogy minden nap elmondták a tévében, hogy na de majd holnap, na de majd augusztus 1-én, és na de majd a háziorvos eldönti, miből döntse el? Tehát aki picit ismeri az egészségügyet, tudja, hogy júliusban megy a háziorvosok egyik fele szabadságra, akkor a másik fele duplán dolgozik, majd augusztusban cserélnek. Tehát pont ebbe a két hónapban, amikor a legnagyobb a terhelése a háziorvosi rendszernek, napi 80 telefont generálnak azzal, hogy például a képernyőről Györfi Pál naponta 15-ször elmondja, hogy hívják fel a háziorvosokat, és kérdezzék meg, hogy mikor kaphatnak harmadik oltást. Ez szűklátókörű gondolkodás, doktor úr, mert igen. Ugye tegnap óta azt is tudjuk, hogy augusztus 20-án tömegrendezvényen sem fog fertőzni a vírus. Igen, mert megbeszélt a miniszterelnök. Lehet, hogy egész augusztusra fel van függesztve. Nem, beszélt a miniszterelnök a vírussal, és megegyeztek augusztus 20-ában az Eukarisztikus Világkongresszusban, akkor a vírus sztrájkolni fog, és ezt a kormány... Szabadságra megy, mint a házi orvosok. Nem fog sztrájkolni, vagy sztrájkolni fog, mert a kormány határozatban nem tiltja meg a vírusnak a sztrájkolni. Nem minden szempontból sztrájkol, mert például helyi népszavazás nem lehet ez idő alatt sem. Tehát azért vannak olyan kérdések, amikben a sztrájk nem teljes közül. Az veszélyes. Tehát,
országos népszavazást azt már lehet, jó, ez, helyit ez, még nem. Tehát ott még nem tartunk, mert a vírus miatt. Ez politikai és szakmai dilettantizmus. Én erre csak ezt tudom mondani. Arról... Mondhatnánk azt is, hogy profizmus, de ez most mindegy, ugye attól onnan nézzük, mert ugye innentől kezdve nézőpont kérdése, miután Orbán 11 éve a sajátjainak játszik, és a sajátjai ma már ott tartanak, hogy lényegében kritika nélkül elhiszik, amit mond. Azt is elhiszik szerintem, hogy 20-án, 19-én veszély van még, és 20-án pedig éppen akkor nincs. Gábor, 30 ezer ember meghalt, amiről csak a hivatalos statisztika. Én tudom, azért figyelmeztették mindenkit, tudom, hogy ez egy Gyula nagyságrendű város. Így van, én ezt mindenkit, aki ez ügyben egyébként arra biztat, hogy csináljunk, amit akarunk, végtelenül felelőtlennek gondolom, mert nem tudjuk. Tehát kétségtelen van ennek az egésznek egy olyan eleme, amiről nem a magyar kormány tehet. Zsuzsának még szeretném megadni a szót, aztán váltsunk témát, mert gyalázatosan röpül az idő. Nem, hogy hát tényleg egy másik témához köthetem majd akkor az alaptörvénynek az első mondata, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Fogunk még beszélni az alaptörvényről. Kivéve. De ma azzal szeretném folytatni, hogy egy sajtóhír szerint már keresik Áder János utódját, akinek le fog járni a második ciklusa köztársasági elnökként, és állítólag Trócsányi László a kiszemelt. Ezzel folytatjuk. Trócsányi László lehet Áder János utódja, tudta meg a Népszava. A lap értesülése szerint a jelenlegi fideszes európai parlamenti képviselőt, korábbi igazságügyi minisztert jelölik a kormánypártok a köztársasági elnök utódjául. Áder János második államfői mandátuma jövő május 10-én lejár, és az alaptörvény értelmében utódját ezelőtt legalább 30, de legfeljebb 60 nappal meg kell választani, méghozzá kétharmados többséggel. A Momentum ezzel kapcsolatban úgy reagált, hogy kiállnak a közvetlen államfő választás mellett, és ennek érdekében aláírásokat is gyűjtenek. A közvetlen államfő választást sürgeti az MSZP párbeszéd is. Molnár Gyula, a DK képviselő jelöltje pedig közölte, hogy újra benyújtja az alaptörvény módosítási javaslatát, hogy az államfő személyéről a kormányváltás után lehessen dönteni. Hiszik-e, hogy Trócsányi László a valódi jelölt, és indoklással kérem azt is, hogyha igen, és azt is, hogyha nem? Minden lehetséges, és a Fidesz egészen biztos vagyok benne, hogy megmérte az általa potensnek tartott jelölteket, és ő ezzel játszik, és az a baj, hogy a mi életünkkel is játszik. Igen, de a parlamenti többség választja, tehát hogy igen, olyan szempontból édes mindegy, biztos, hogy milyen a társadalmi támogatottsága a köztársaság. Hogyha annak idején a plágium per miatt elhíresült köztársaság elnökünk nem híresül el és végigcsinálta volna a ciklusát, akkor most erről a kérdésről nem kellene vitatkozni, hanem egyértelműen a választások után lenne váltás. Na többiek, milyen embert kereshet vajon Orbán Viktor a feladatra? Hát ő pont ilyen embert keresett, de mi egyébként nem ilyen embert keresnénk. Tehát ez egy nagyon fontos tisztség, ezt nem lehet elbagatelizálni. Ugye ő az államszervezetnek a demokratikus őrének kellene, hogy legyen. Megtestesíti a nemzet egységét. Meg kellene, hogy testesítse a nemzet egységét, de Trócsányi László ő nem fogja megtestesíteni, és pont ezért Brenner Kolomon már be is nyújtott ezzel kapcsolatban törvényjavaslatot, hogy legyen közvetlen államfőválasztás, és adjuk az emberek kezébe azt a lehetőséget, hogy ők válasszák meg az államfőt, hiszen a fékek és ellensúlyok rendszerét így tudnánk visszaadni. Mit mond Horn Gábor politikai érzék? Ugye a HVG már bedobta, hogy nem lenne meglepő, hogyha Kövér László lenne a valódi jelölt. Én is bedobtam, mert valami, de nem kell. Akkor előbb Horn Gábor nem kell engem olvasni mindenhol. Hát én se csodálkoznék, hogy ugye nem véletlenül mondjam a kormányfő szóvivője vagy kommunikációs felelőse, hogy januárig nem kíván Orbán ezzel foglalkozni. Pontosan tudják, hogy attól függ, hogy mi lesz. Nem lehet tudni ma még a választás kimenetelét, ha január-február táján úgy látszik, az a létező forgatókönyv, hogy elbukhatja ezt a választást a Fidesz, akkor szerintem más lesz a köztársasági elnök, mint amit most bedobtak.
akkor nem Trócsányi lesz. Van egy vészforgatókönyv, és ez szerintem Kövér, tehát elképzelhető, hogyha nagyon kellemetlenkedni akar, akkor Kövér Lászlóval tud, tehát az rendben van. Nem olvastam az ön eszmefuttatását, ez ugye kiderült abból is, amit az imént mondtam, de a HVG arra hivatkozik, hogy Kövér Fideszből való kiszorítása lehet a cél. Ön hogy látta? Nem hiszem, ezek szerintem már összeesküvés elméletek. Praktikus okok vannak. Trócsányi nem fog semmi vizet zavarni. Én nem értek egyet a közvetlen elnök választással, csak jelzem. Na. Szerintem egy olyan országban, ahol a köztársasági elnök egy gyönge pozícióban, most politikai értelemben gyönge pozícióban van, ott egy ilyen típusú többlet hatalmat mögé adni, az egy komoly problémát jelent, hiszen a miniszterelnök a magyar rendszerben a meghatározó politikai szereplő, aki nem közvetlenül választott, hiszen őt a parlamentben a frakciók választják. Ha ehhez képest én ennyire megerősítem a köztársasági elnököt, szerintem az egy nagyon-nagyon komoly problémát jelentett, mondjuk egy Kövér László személy esetében, de másoknál is. Tehát szerintem közjogilag ez rendben van, amit annak idején közösen kitaláltunk még a 80-as évek végén, 90-es évek legelején, de ezen vitatkozhatunk, és szerencsére ez most nem rajta múlik, úgy tűnik az ellenzéki tábor jelentős része ma már benne lenne egy közvetlen elnökválasztásban. De nem ez a dolog lényege, a dolog lényege az, hogy tulajdonképpen abban a helyzetben, amiben élünk, ha belegondolunk, hogy az elmúlt 12 éven kik voltak a köztársasági elnökök, ebben nagyon jól beleillik Trócsányi Ászló személye. Ugye volt egy hamisító, aki egyébként most sem bukott ember a Fideszben. Tehát azt látja, ott ül a legfontosabb helyzetekben a miniszterelnök mellett, ő a nem tudom én minek, a mit tudom én milyen vezetője. Tehát Schmidt Pált ugyan nem lehetett tud megtartani. Tud mondani egy nevet, aki bukott ember a Fideszben? Hát azért tudok én mondani, például Áder János az volt, csak hogy a következőt mondjam, aki egészen Brüsszelig menekült, amikor itthon ugye ő volt a második legfontosabb, nem Kövér, Áder volt 2002-ig a második legfontosabb, legerősebb ember a Fidesznek. Hát akkor átbukott, hogy most arra az ajtóra, amire az van írva, hogy köztársasági elnök, amögött Áder János ül. Igen, csak pont a gyönge köztársasági elnökség miatt van ez így, mert mindegy, nincs súlya a dolognak, most megint egy súlytalan embert keresnek. Egyébként szerintem az ellenzéknek ez nem egy rossz választás. Zsuzsanna, el vannak-e számva arra, hogy ha az ellenzék kerül hatalomra, akkor ehhez hozzányúlnak? Tehát, hogy tényleg, nyilván ehhez persze kétharmad kell. Igen, meg még azért is küzdeni fogunk, hogy ugye 2022 előtt ne legyen meg ez a választás. Tehát fontos lenne, mert ugye pont úgy fog lejárni neki az ideje, hogy az országgyűlési választást megelőzően, és így nagyon könnyű bebetonozni egy olyan embert, aki szintén ezt a korrupt rendszert fogja szolgálni. Azt mondta, hogy azon leszünk. Hát ez politikailag egy viszonylag gyenge fegyver. Hát mit tudnak tenni? Hát például mozgósítani a lakosságot, hogy meglegyen a kétharmada a jövő választások után a demokratikus ellenzéknek, és akkor meg tudjuk változtatni azokat a játékszabályokat, amik most egyébként a Fidesz változtatott meg úgy, hogy szenvedjünk tőle, és tulajdonképpen szorítson ki minket Európából, és ez tulajdonképpen valahol meg kell politikailag gátolni. El tudják-e azt képzelni, hogy az elmúlt néhány tíz év politikai történései után Magyarországon találnie olyan embert, aki nem a teljes ismeretlenségből jön, és mégis általánosan elfogadott lehet Fideszes szavazó, és Jobbikos szavazó, és DK-s szavazó előtt is? Mert hogy lassan azt gondolom, hogy ahhoz valaki olyan kéne, aki most jött a Marsról. Tehát, hogy vagy nem ismerjük, tehát egy tudós, egy tök civil, hát avval nehéz, vagy valaki, aki letette a névjegyét az elmúlt 10-20-30 évben, hát az óhatatlanul odasodródott valahova. Van erre egy jelző, köztiszteletre méltó. Uh-huh. Tehát, hogyha vannak olyan emberek, és itt tudós lehet, művészember lehet, aki úgy politizált, hogy az mindig tekintélyt parancsol, nem azért, mert olyan helyről jön, hanem amit mond, és amit állít, és ahogy él. És ilyen emberek biztos vannak Magyarországon, és hogyha szükség van, akkor meg fogjuk keresni, és biztos vagyok benne, hogy meg lehet találni. Egyelőre ez a végszó. Tartunk most egy rövid reklámszünetet, utána a nap két további fontos hírével folytatódik a műsor. Számítok a figyelmükre.
Már is folytatódik a nap híre, a stúdióban Beleznai Zsuzsanna, Horn Gábor és Komáromi Zoltán. És a következő témánk, hogy 10 éves idén az alaptörvény, az az alaptörvény, amit Szájer József írt, és ennek megünneplésére mindenhol a közintézményekben a nemzeti hitvallást ki kell függeszteni. Íme. Ki kell tenni a nemzeti hitvallást a magyarországi középületekben? Derült ki abból a kormányhatározatból, amely tegnap jelent meg a Magyar Közlönyben. Az új dokumentum a nemzeti együttműködési nyilatkozatok helyét foglalja majd el. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy a kormány az alaptörvény 10 éve történt elfogadásának tiszteletére és az alaptörvény nemzeti hitvallásának jelentőségére figyelemmel támogatja a döntést. Kitérnek arra is, a színes formátumú, nyomdai kivitelezésű nemzeti hitvallást 500 mm széles és 700 mm magas álló téglalap alakú keretbe kell foglalni. Beszélhetünk majd arról is, hogy mi az, hogy nemzeti hitvallás, de hogy az alkotmány az egy jogállam alapdokumentuma. Mennyire van véleményük szerint ünnepelni valónk ebben a kérdésben? Na, miért mosolyognak? Én őszintén megmondom, hogy én azért mosolygok, mert remélem, hogy Szájer József nem fogja egy hasonló nagy partival megünnepelni az alaptörvényt, ami ugye Gránit Szilárdságú és ő hozta létre. Tehát remélem, hogy ekkora buli nem lesz. Én szerintem egyébként, de hát igen, itt látom, hogy többen kétkednek, és ez a szörnyű. Tehát az, hogy nemzeti hitvallás, és ekkora szörnyű partikról beszélünk, és tényleg kereszténynek nem mondható életről. Ez abszolút... De hogyha lenne egy ország, amivel született egy tök jó alaptörvény, ami megerősítette az alkotmányos demokráciát Magyarországon, megerősítette a jogállamot, hatalmasat léptünk előre, azt meg lehetne ünnepelni. Ja, most csak a kicsit... Csak erről van ez szó. Kicsit előrébb lépjük, mert ami lekerül a falról, az egy nagyon silány politikai nyilatkozat, aminek semmi keres nem volt, valójában nem volt a falon. Tehát az, hogy megalakult a parlament 2010 május valahányadikán, és ott született egy bornírt szöveg mondatokkal teli fölösleges duma, amiként egyébként Schmidt Pál és talán Hegedűs Lórántné írtak alá, tehát két fontos név az életünkben. Ehhez képest az, hogy ez lekerül, szerintem az nem baj, és ehelyett, ha oda kerül valaminek, legalább van valami közjogi relevanciája, tudnék az alkotmány bevezetése, szerintem ez önmagában akár még baj se lenne. A probléma az, hogy ez valaminek az elfedésére történik. Tehát a 10 éves megünneplés azért van, mert folyik egy valódi szakmai vita arról, hogy ez az alaptörvénynek nevezett valami, ez mennyire legitim, mennyire Gránit Szilárdságú 9-szer változtatták meg az elmúlt 10 évben, ami nagyon-nagyon sok egy alkotmány esetében, tehát beláthatatlanul sok. Ez azt jelenti, hogy évente hozzányúltak. Nem, kevesebb, mint évente egy. Hát a 10 év alatt csak 9-szer. Én szeretek nagyzolni. Tehát, és ez szerintem alapvetően egy problematikus elemenek a dolognak. Nekem ez a hitvallás nagyon nem a saját hitvallásom. Én most újraolvastam, mert ennyit ért a dolog, hogy én magam előre. Na tessék, újraolvastam már a megérte. Dokumentumot továbbra se értek vele egyet, ami önmagában egyáltalán nem probléma, azaz egy probléma van vele, hogy én is magyar vagyok. Jobb lett volna egy olyan hitvallás, amivel én is tudok azonosulni, ennek valószínűleg akkor nem így kéne kinéznie, és akkor akár ki is lehetne akasztani. És nem az a baj, hogy én egyedül nem tudok azonosulni vele, hanem a magyar társadalomnak kb. A fele nem tud ezzel azonosulni. A minden közösségnek, és ilyen szempontból egy nemzet is egy közösség, fontosak a ritusok. És szemmel láthatóan a kormány erre épít. Erről szól a korona hajóztatása, erről szólnak szerintem a futballmeccsek is, és erről szól az augusztus 20-ai ünnepség elengedése, és hogy ebbe ez nem fér vele? Tehát miért baj az, hogy egy kormány létrehoz ilyen ritusokat, és azt használja akár politikai kommunikációs célra? Mert gagyi. Az egész, hát ez az alaptörvény asztala, piros-fehér-zöld tollal, hogy azon írhassák meg az állampolgárok a hozzászólásaikat. Én azt mondom, és azt szoktam mondani, hogy egy normális országban a lakosság nem azért tudja, hogy mit kell tenni, mert az alkotmány tudja betűről betűre, hanem mert az működik. És ez a hitvallás is azért farizeus, mert olyan dolgokat ír le, én is végigolvastam. Na, már hogy, nem volt haszon. Hogy hát
Igen, de most olvastam először, mert eddig eszembe se jutott. De hát akkor is. De hogy más nemzetek becsületét megvédjük, vagy tiszteletbe tartjuk, és pont az ellentétét csinálja a kormány, mert háborúzik mindennel. A elesetteket gyámolítja, támogatja, rokkant nyugdíjasok, hajléktalanok, Iványi Gábor. Menekültek. Tehát mindenre meg tudom mondani, hogy nem úgy van. Tehát ők hozták kétharmaddal, most büszkélkednek vele, de nem azt csinálják. Tehát ez a bízet prédikál és bort iszik című történet, mert valószínűleg ezeket a vallásos hasonlatokat ők jobban ismerik, de nem élnek annak szellemében. Az ellenzéknek milyen ritusai vannak? Tehát például, hogyha egy ellenzéki koalíciós kormány kerülne hatalomra, kinek a csontvázát raknák össze, vagy szóval, hogy akkor, mert oké, ezt el lehet mondani, hogy gagyi az alaptörvény ezt talál. Hát, például egy ritus az, hogy azt mondom a települési önkormányzatoknak, hogy visszaadom nektek az iskolákat, és csináljatok ott egy remek oktatást. Visszaadom nektek a rendelőintézeteteket, a városi kórházatokat, adok mellé annyi pénztámogatást, hogy ott betegeket lehessen gyógyítani, vagy prevenciót csinálni. Ezek nagyon jó ritusok. Nem lopunk, az egy fura ritus. Ez a ritus az szerintem, hogy például igazságot mondok, hogy önazonos vagyok. Ezek például rítusok, de ugye mondtam is, hogy úgy kezdődik, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Akkor, hogyha még visszatérek itt ugye a harmadik vakcinára, akkor ezt a legegyszerűbben el lehetne dönteni, hogy kell harmadik vakcina, vagy nem kell, hogyha például ingyenes antitest szűrések lennének, akinél nincsen antitest, annak kell, akinél van, annak nem. Tehát, hogy ezeket egyszerűen el lehetne dönteni, és nem a politikának kellene eldöntenie. Látszik, hogy itt semmiféle felelősségvállalása nincs a kormánynak. És még egy, hogy ez az alaptörvény ugye azért született, hogy egy rendszernek a megváltozásának a szimbolikája miatt. Ez a rendszer nem változott meg. Ez a rendszer csak rosszabb lett. Tehát ez az alaptörvény, ez nem önazonos. De azért abban én egyetértek azzal, amit mond, hogy kellenek ritusok, és az ellenzéknek nem nagyon vannak. Tehát az, hogy Orbán érti a sajátjainak az igényét arra, hogy legyen mihez viszonyulni. Mert igazad van, én is azt gondolom, hogy ezek komoly dolgok, amit mondasz, vagy amit ön mond, lépések. De az, hogy ha én nemzetileg önazonos akarok lenni, akkor nehezen tudok azzal azonosulni, ami az egyik oldalon van, és könnyebb nekem fideszesként, ha az lennék, azonosulni azzal, amit ott látok, mint a másikon. Hát én ezt egy valódi problémának látom, ezért mondom például elég régóta, hogy nevezhetné magát mondjuk az ellenzék nemzeti összefogásnak. Mert abban a pillanatban nem engedné át, hogy minden, ami a nemzeté, az az övék, és minden, ami ezen kívül van, az a miénk. Tehát ezt a fajta hozzáállást, ami Orbán Viktor, még egyszer mondom, régóta érez, hogy kell, hogy az embernek érzelmileg is viszonya legyen. Nem elég a politikának, ez egyébként szerintem nagyon fontos racionális világa, ezt kéne tudni, meg kéne tanulni, ez nyilván nem az itt ülőknek szól, hanem ennél általánosabb vonatkozású, mert szerintem ezek fontos dolgok. Igen, tehát hogyha felelős vagyok minden magyarért, akkor nálam nincsenek elsődleges és másodlagos állampolgárok. Akkor nálam nincsen ellenzéki és kormánypárti szavazóbázis. Akkor én mindenkiért felelek. És ezzel szemben ugye Orbán Viktor nem így cselekszik, mert hogyha csak az önkormányzatoknak a támogatását nézem meg Budapesten, akkor különveszi azt, hogy melyik önkormányzat ellenzéki és melyik fideszes. A fideszeseknek ad, az ellenzékinek nem, holott nagyon sok ellenzéki önkormányzatban ott vannak kormánypártot támogató emberek. Azért, Zsuzsa, mert a köztársasági elnök dolga, hogy őrködjön a nemzet egysége fölött, és nem a miniszterelnök, én most csak ironizáltam természetesen. Az utolsó témát szeretném behozni, ami ezúttal egy kép, a nap képe következik, már is látni fogják, és a nap képe azt mutatja, hogy új lenyomatot vesz a rendőrség egy átragasztott kormányzati plakátról. Ugye ezeket a plakátokat jól ismerjük, ugye ezt valaki meghekkelte, átragasztották rajta a feliratot, és most keresik a tettest rendőrségi nyomozati eszközökkel. Annyit segítenék, hogy a plakátragasztó az nekem biztos, hogy gyanús lenne, mert az ő új lenyomatát meg fogják találni, alig, hanem ezen a plakáton. Mennyire fekete-fehér egy ilyen történet? Tehát arra gondolok, hogy a jog betűje szerint más tulajdonát megrongálni, az rongálás és károkozás.
azért a kárt meg kell téríteni. Tehát ilyen szempontból ez egy világos helyzet, valaki ezt a plakátot finanszírozta, a helyet megvette, és én azt tönkretettem. Jó, de én ezt a plakátot én finanszíroztam meg. Tehát finanszíroztad meg, önfinanszírozta. Akkor meg kéne minket is kérdezni, hogy kormányzati propagandának csúfolt Fidesz propagandát, azt miért finanszírozunk? Jó, Zoli, ez azért nem stimmel, mert a BKV buszból nem törhetek le egy darabot, mert azt is az én fővárosi adomból finanszírozták, és ezt nem lehet hazavinni, mert... Abban az értelemben viszont szerintem nagyon is stimmel, hogy itt egy választási csalást látunk egyik oldalon, egy súlyos választási csalást, hiszen ezek effektíve fideszes propaganda anyagok. Tehát nem arról van szó, hogy a kormány eldicsekszik azzal, hogy mennyi minden jót tett, hanem az a ráj, hogy ha ön nem akarja, hogy a Gyurcsány kormány visszajöjjön, akkor töltse ki a nemzeti konzultációt. Tehát már az sincs, hogy mindenki töltse ki. Tehát már teljesen egyértelműen közvetlen választási kampány folyik közpénzen. Na de Gábor, ez te egy csináltál egy pár dolog. Kampányt, hát ez egyidős a választási kampányokkal, hogy egymás plakátját megnekelik le. Ez egy kormányzati anyag, bocsánat. Arról most nem beszélek, hogy mi van akkor, hogyha ezt egy Fidesz szerető szavazó megsimogatta. Ott járt, és jaj, de szép ez a nem okozott benne kárt. De rajta van az új lenyomat. Most mi elő lesz állítva a szegény? Tehát az egész egy teljesen abszurd dolog. Tehát az, hogy egy ilyen plakáton hány új lenyomat van, és mitől kell, ez röhely. Tehát ha nincs ott egy kamera, ami ezt látta, akkor nyilván ezzel semmit nem lehet kezdeni. Ez tipikusan megint olyan dolog, kicsit rátok ijesztünk, gyerekek, ne ragaszgassátok össze a mi plakátjainkat, jön a rendőrség, majd megnézi. Most ettől fiatal srácok, akik ezt egy bulinak gondolják joggal, hogy mi igenis megmondjuk, miután ti a mi pénzünkből megmondtátok nekünk, mi most megüzenjük nektek. Mekkora ötlet kamerát venni minden plakát mellé. Lesz. Mekkora közbeszerzést lehet ebből majd csinálni. Majd lesz. Egyébként egy csomó helyen van szerintem. Egyébként. Zsuzsanna? Nekem fáj, hogy ilyenről beszélünk, mert azért fáj, mert tényleg sokat vagyok az utcán, és akkor ott mindig elmondják a választópolgárok, például tegnap a Keletinél voltunk, hogy már nem mernek este kimenni az utcára. Tehát a... Mert? Azért, mert sajnos Budapest belvárosában is, illetve vidéken is ugyanúgy, két héten belül Pintér Sándor nem tett rendet. Azért. Én lehet, hogy egy másik Budapesten élek, én nem érzem azt, hogy Budapesten rossz lenne a közbiztonság. Sajnos a Keletinél és a Keleti környékénél például rossz a közbiztonság. Tehát ott rendet kell tenni, de félretéve ezt, nem is ez a lényeg az minden egészben. Nagyvárosnak vannak rossz utcái vagy rossz negyedei, ez szerintem inkább a nagyvárosi léttel függ össze. Igen, de amíg ugye például megfigyelik a magyar embereket, addig sokkal inkább a bűnözőket kellene megfigyelni, a saját bűnözőiket, akik Magyarországot most már szétlopták, és azokat a bűnözőket, akik egyébként másokra, magyar emberekre rátámadnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ettől sokkal, de sokkal fontosabb témák vannak, és szörnyű, hogy egyébként egy ilyen bagatell dologról beszélünk, hogy rátettek egy kormány plakátra egy szívet, és akkor azon van-e új lenyomat, vagy nincsen. Sajnos ettől tényleg sokkal fontosabb, és nagyobb problémák vannak Magyarországon. Viszont a rendőrség ilyen fölösleges munkákkal van elfoglalva, mikor azért ott sincs bőségben a szakember. És ami eszembe jutott ennek a képnek a láttán, emlékszünk arra, amikor egy esküvőn elloptak egy mobiltelefont, és a rendőrség 10-valahány millió forintért nyomozta ki, hogy ki lehet, aki elvitte. Szóval ezek az aránytévesztések, ezek irritálnak legalábbis. Csak azért, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy milyen esküvőről beszélünk. Elmondod? Én tudom. Orbán Ráhel esküvője, ahol eltűnt egy mobiltelefon, és akkor a rendőrség. Mondjuk kíváncsi lennék, hogy mondjuk Beleznai Zsuzsanna bejelenti, hogy elveszett a mobiltelefonja, a rendőrség neki áll-e a legnagyobb erőkkel nyomozni. Hát lehet, hogy tudják, hogy hol van. 19. Nem biztos, hogy benne van a nyomkövető. Elveszett, itt van, tessék. Bármikor viszont. El. Nem nekem, ami a furcsa volt benne, hogy, és ezért kérdeztem, vagy kezdtem azzal, hogy az érme egyik oldala és másik oldala, tehát tényleg rongálás, nem illik senkinek a tulajdonát tönkretenni, még akkor sem, hogyha közpénzből finanszírozott. A másik pedig az, hogy hát nemzeti sport a választási plakátok meghekkelése, átragasztása, és hogy szerintem ilyet a Fidesz is csinál. Mi az, hogy hát ne viccelj már. Én emlékszem, a saját plakátainkat ragasztották le, sőt arra is emlékszem, amikor közösen ragasztottunk le plakátokat. Tehát mint a Fidesz-szel közösen? Közösen a 90-es évek elején. Vannak tettestársa. Azért mondom, hogy
ez tényleg egy játszma. Én egyébként azt gondolom, hogy nincs rendben, tehát félreértés ne essék, azt gondolom, hogy azokkal éltek egyet egy áttekintett, működőképes országban, ha valaki kiragaszt a saját pénzén valamit, az az ő felelőssége, és ha valakinek van egy másik üzenete, vegyen mellette egy másikat, de nem tud venni. Nem tud venni. Tehát azért ez az is hozzátartozik, hogyha én akarom elmondani, akkor egyrészt tiltja a törvény, mert nem lehet ugye jelenleg, kivéve a mi hazánkat, akinek valamilyen csoda folytán lehet, megjelentek plakátai, politikai plakátjai a mi hazánknak, napokban láttam valahol az utcán, tehát nekik lehet, a többieknek nem. Ez egy a másik, amit az előbb mondtunk, hogy hát itt kérem szépen, ez a közös pénzünkből van, miért nem mondhatnám el én is a saját véleményemet akkor ugyanezen a felületen? Elmondhatta. Köszönöm szépen, itt a vége. Köszönöm a beszélgetést Beleznai Zsuzsannának, Horn Gábornak és Komáromi Zoltánnak. Önöknek meg a figyelmet, bízom benne, hogy jól szórakoztak, most mindjárt következik a híradó, és aztán az egyenes beszéd. Minden jót, viszontlátásra!